kezdjük ünnepi Isten tiszteletünket. Fennállva énekeljük a 353. dicséretünk első versét. Krisztus feltámad a bűnösségünkre. Látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték meg.
ő pedig így szólt hozzájuk. Miről beszélgettek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak. Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban. Mi történt? Kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki. Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki próféta volt, szóban és tettben hatalmas Isten és az egész nép előtt, hogyan adták át a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, és hogyan veszítették meg. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelet. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülük való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét. Eljöttek és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velük levők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték. Őt azonban nem látták. Ekkor ő így szólt hozzájuk, ó ti balgák! Milyen lesz a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a proféták. Hát nem ezt kellett-e elszenvednie Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És Mózestől, meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta mindazt, ami az írásokban róla szól. Így értek el ahhoz a valóhoz, amelyre igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték, maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatott már. Bement hát, hogy velünk maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megállotta, megtörte és nekik adta. Erre megjelent a szemük, és felismerték. Ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szólnak egymásnak. Nem hevült-e a szívünk, amikor beszéltőszánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat. Még abban az órában útra keltek és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyőbe találták a 11-et és a velük levőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel ők a kenyér megtöréséről. Ámen. Isten áldja meg az ő igéjének hallgatását, szívünk befogadását és megtartását, hogy gazdag gyümölcsöket telepessünk az ő dicsőségére. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, hálakkel szívvel, imádunk kulcsolt kézzel, alázatos lélekkel imádkozunk most. Régen az asszonyok a sírhoz mentek, a te fiat sírjához. Vitték szívüknek fájdalmát, szívüknek szeretetét, szívüknek félelmét. Urunk, még másképp éljük meg ezt a húsvéti ünnepet, mint ott akkor megélték az asszonyok. Ők, amikor meglátták az üres sírt, akkor megrémültek. Mi tudjuk, mindenható mennyei édesatyánk, hogy az üres sír a győzelemnek a jele. Áldunk és magasztalunk téged, hogy te győztél a halál felett, és a te fiad által lennünk örök életünkben. Köszönjük, Úrunk, hogy húsvéti ittel járhatunk. Köszönjük kifejezetten a húsvéti hitünket akkor, amikor meg kell állni egy sírhant mellett, amikor megyünk és a temetőbe visszük szeretteinkre virágainkat. Imádkozunk azért, Úrunk, hogy ebben az órában erősíts szintén a hitünket.
Boldog húsvéti ünneppel áld meg bennünket. Helyezd szívünkre a te üzenetedet. Nyisd meg szívünket, nyisd meg lelkünket, Urunk. Fia nevében kérünk. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 349. dicséretünket énekeljük. 349. dicséretünket énekeljük, Jézus meghalt bűneinkért harmadnak feltámadott. Ezt a dicséretet a 42. Zsoltár dallamára. Van úgy, hogy beállítolják
bizonyos életkörülmények az ünnepeinket, de van úgy, hogy egyszerűen csak nem tudjuk magunkkal vinni az ünnepi hangulatot. Eljövünk az Isten házába, hálát adunk, imádkozunk, meghallgatjuk az ünnepi igehirdetést, de van úgy, hogy nem tudjuk magunkkal vinni az ünnepi üzenetet. A mai Isten tiszteleten két emberről olvastam. Kleofásról, Jézusnak a nagybátyjáról és Simonról, akik Jeruzsálemből jönnek, akiknek nem volt a szívükben ünnepi hangulat. Akikről azt olvassuk, hogy Jeruzsálemből jönnek, Emmaus felé tartanak, és beszélgetnek, és vitatkoznak. Nem tudjuk, hogy miről, nem ír róla a Szentírás, de valami miatt perlekedtek, vitatkoztak, talán lecsügeztették a fejüket, halagosak voltak és mérgesek. Három nappal történik mindez, hogy ők mennek Emmaus felé, Jézus keresztre feszítése után. Ők én úgy gondolom, hogy nem adtak az ünnepről. Ők nem adtak az ünneplésről. És miközben szomorúak és csüggetnek és vitatkoznak, egyszer csak mellé szegődik az ünnepel. Mellé szegődik az Úr Jézus Krisztus. És azt gondolnám, hogy akkor ettől a pillanattól megváltozik minden. De nem szabad elmenni amellett az ige mellett, amely a következő gondolat. A tanítványok nem ismerték fel Jézust. Talán lehet, hogy egészen más a földre született Jézus, mint a feltámadott Jézus. Többféle magyarázattal találkozunk a Szentírásban, ez a két tanítvány miért nem ismerte föl Jézust. Márk evangélista azt mondja, hogy más alakban jelent meg közülük kettőnek útközben, akik vidékre mentek. Lukács evangéliuma azt mondja, hogy a szemük nem engedte megismerni Jézust. Azt olvassuk, hogy látásukat valami akadályozta. Pedig mennyi mindent láttak és tapasztaltak ők. Milyen rendkívüli személyiség volt az Úr Jézus Krisztus. Milyen fantasztikus egyéniség lehetett az ő kitartó szeretetével, az ő jelenlétével, az ő jelenségével csodálatos módon tudott tömegeket a jó útra téríteni. Határozott küldetés tudata volt az Úr Jézus Krisztusnak, aki tudta, hogy miért jött, és tudta, hogy mit akar. Ő életre küldötte az embereket. Azt olvassuk, hogy azt mondja magáról, nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket. És meg is találta a bűnösöket. Azt mondja, az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett. Azt mondja, hogy az ember fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adta sokak váltságára. A tanítványok ezt mind látták, megélték, amikor Jézussal találkoztak, Jézussal beszélgettek. De most mégis volt valami, ami megakadályozta őket abban, hogy megismerjék, hogy ki szegődött hozzájuk. Hogy ki volt az, aki az úton egyszer csak azt mondtam, hogy megyek én is veletek. Bennük az volt, amit megéltek Jeruzsálemben. Bennük az a szomorúság volt, amit láttak, amit megtapasztaltak. Ők siratták az Úr Jézus Krisztust. Ők siratták azt, hogy mégsem tették meg a megváltást. Hogy mégsem tapasztalták meg azt, hogy ők meglettek volna. Ők szomorúak voltak, mert Jézusnak a halálát látták, és azt tapasztalták meg. Nem tudták, hogy az Úr Jézus valóban beteljesítette a küldetését. De vajon mi 2000 év után tudjuk el? Vajon mi elhisszük-e, hogy Jézus azért halt meg, hogy bennünket megváltson? Amíg mi éljük a minden napokat,
Megpróbáljuk elérni azt, hogy minden minél szebb, minél kényelmesebb legyen, minél esztétikusabb, miközben szépítjük házainkat, kerteinket, miközben szeretjük szeretteinket. Gondolunk-e arra, hogy mit tett értünk Jézus, kicsoda Jézus, hogy ő megváltott bennünket? Gondolunk-e arra, hogy ő mellénk áll? Ezen az Isten tiszteleten is. Akkor, amikor talán nehéz lélekkel jöttünk, akkor, amikor nehéz lélekkel jövünk ide az Úr asztalához. De úgy egyáltalán a hétköznapokban gondolunk-e arra, nekünk
elbírja a vállalmi terheinket. Nekünk ilyen Krisztusunk van, minden kibíró Krisztusunk, minden kibíró szeretettel, aki próbál belépni a mi életünkbe, aki próbálja felismertetni, meglátogatni magát velünk. Néha nem látjuk, mert annyi mindennel van elvakítva a mi szemünk, mert annyi minden van előttünk. Ilyenkor annyi csábítás van, és sokszor el is csábulunk. Vágyakozunk minden másra, csak éppen az ígére nem, csak éppen az imádságra nem, csak éppen a csendes meghív pillanatokra nem. Nem szándékosan van ez, nem akarattal. A tanítványok sem szándékosan nem ismerték föl Jézus, hanem egyszerűen csak nem vették észre, mert nem erre fókuszáltak, mert nem volt látásuk, mert nem volt nyitott szemük. De Jézus meg akarta nyugtatni a tanítványokat, és ezért még mellé húsvét másodnapján minket is meg akar nyugtatni, hogy én élek. Ez a húsvéti örömzenet. Én élek. Ő azt akarja, hogy lássunk tisztán. Ő nem csak a hitünket akarja erősíteni, hanem ő azt szeretné, hogy a hitünk mellé ragaszkodjon oda a tudásokat, tudjuk elmondani. Hiszem és tudom, hogy az Úr Jézus él és meghalt értem. Neki olyan kincse volt és olyan kincse van, amit próbál megosztani velünk. Én kívánom azt, hogy legyenek olyan pillanatai, amikor felismerjük, hogy ő az Isten fia. Akár itt az úrvacsora vételben, amikor magunkhoz veszük a kenyeret ebben a pillanatban, akár imádságainkban, otthon elmondott imádságainkban, akár akkor, amikor leülünk a családdal ebédelni. Az ő jelenléte és az ő tanítása én úgy gondolom, hogy örömöt és életet. Hát ezt az örömöt vigyük magunkkal, és ez az öröm, a Krisztusi öröm tartsa meg a mi életünket. Adja Isten, hogy így legyen, ezért imádkozzunk, hagyjuk most meg fejünket. Mindenható mennyei édesatyám, olyan sokszor rácsodálkozunk arra, hogy te mennyire tudsz szeretni bennünket, milyen sokszor mellénk állsz, mellénk szegődsz, akár akkor, amikor betegek vagyunk, akkor, amikor szomorúak vagyunk, amikor reménytelenek vagyunk, de egyszer csak megállsz egy igével, egy gondolattal, egy baráttal, egy ismerőssel, egy családtaggal, egy gyermekkel, egy szülővel, és te reménységet öntesz a mi szívünkbe. Segíts abban, Urunk, hogy a kételkedést le tudjuk mindig győzni, a reménytelenséget segíts, Urunk, hogy le tudjuk győzni. Segíts bennünket abban, hogy a hitünk mindig győzedelmeskedjen a reménytelenség fölött. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy húsvéti hittel tudjunk járni a következő húsvéti. Imádkozunk azért, hogy a te szabad, a te ígéreted, az nem újjon ki a szívünkből. Úr Jézus Krisztus, imádkozunk azért, hogy szegény sokszor mennénk, és bocsáss meg, ha mi nem ismerünk föl téged. Bocsáss meg talán akkor is, hogyha nem ragaszkodunk úgy hozzá. Bocsáss meg, ha nem úszolunk téged, hogy maradj velünk. Segíts bennünket abban, hogy vágyakozzunk rá, és ha szem elől tévesztünk téged, akkor add a vágyat a szívünkben, hogy hiányoljunk téged. Áld meg,
az ő szívükbe és unokatelmus végig öröm üzenetele. Ő áldott őket a te szeretetettel, ad nekik türelmet és békességet, Urunk. Imádkozzunk azokért, akik nincsenek itt, azokért a gyülekezeti tagokért, Urunk, akik távol vannak tőlünk. Áld meg őket is. Előtte csendesedünk el, Urunk, és ebben a csendességben hallhassuk meg magunkat elmondott könyörgéseinket. Amen. Most pedig együtt fennállva felhangolhatjuk el az Úr Jézus Krisztusnak a megjelenéséből. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, mint éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon. Amint látjátok, kedves testvéreim, megterítettük az Úrnak asztalát, készüljünk az úrvacsora vételre, énekeljük a 438. dicséretünk 6. versét. 438. dicséretünk 6. versét énekeljük. Szállj le most mennyből, életem kenyere, a gyülekezet helyét elfoglalva. Szent lelke, szállj le mireánk, és vezess el minket szent ígéd és sákramentumod által az Úr Jézus Krisztustól való közösségre. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, hogy miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztusunk az Úri Szent Vacsorát. Megírta ezt az első három évangélista, de legteljesebben Pál apostol a korintusbeli gyülekezetnek írt első levelének 11. fejezetében eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyet elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta.
Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, ezt mondta. Epoháltam az ő szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer iszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és iszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Amen. Hallottuk, kedves testvéreim, miképpen szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztusunk az úri szent vacsorát. Kérlek benneteket, hogy alázatos szívvel, bűnbánó lélekkel tartsunk bűnbánatot. Hajtsuk meg fejünket, és mindenki magában saját szavaival fohászkodjon. Urunk, irgalmazz, Urunk, bocsáss meg nekünk, Urunk, részletes a te kegyelmi ajándékaidban. Ámen. Tegyünk vallást a mi hitünkről. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogadtatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztény Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hitvallás tételünk alapján néhány kérdést intézek hozzátok, amelyre hallhatunk szóval feleljetek meg. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett ember bűnesete folytán ti magatok is bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélőszéke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? A felelet, én ezt hiszem és vallom. Én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörült, Szent Fiát, az Úr Jézus Krisztust megváltásunkra testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, titeket ingyen kegyelemből megváltott, és bűneiteket ő érte megbocsátja. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? A felelet, én ezt hiszem és vallom. Én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és a földi élet után nekünk örök életet ajándékoz. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? A felelet, én ezt hiszem és vallom. Végül ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti e kegyelemért hálából életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ígéritek-e, fogadjátok-e ezt? A felelet, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de hivatalos szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelemből az ő szent fiáért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Most pedig, akik magatokat elkészítettétek, járuljatok az Úr asztalához alázatos szívvel és szép rendben. Kérem, hogy először azok járuljanak az Úr asztalához, akik múlt héten konfirmáltak, illetve a családtagok. Aztán a baloldalról kezdem az úrvacsorai jegyek szolgáltatásáig.
Thank you.
lesz a mi Urunk Jézus Krisztusunk az Úri Szent Vacsorát. Így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből így éltünk ma ezzel mi is. Mielőtt elbocsátanának benneteket, kérlek és intelek titeket, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat a ti keresztény rendeltetéseteket méltóan, hogy semmi titeket ne szakasson meg Isten szeretetétől. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei könyörületesek. Öltözzétek fel az alázatosságot, a jóságot, a szelítséget és a béketűrést. Szenvedjétek el egymást szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok van, bocsássatok meg egymásnak, miképpen Isten is megbocsátott nektek. Az Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre hivattatok egy testben. Amen. Most mielőtt megtérnék otthonainkba, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, a Szent Vacsora sákramentumában bocsánatodnak jegyét és zálogát adtad nekünk Jézus Krisztus által. Mit adjunk mi neked a te jó téteményeidért? Hirdetjük egész életünkben a te kegyelmednek gazdagságát, amely által minket gyermekeidé fogadtál, és a te örökségedbe elválasztottál. Istenünk, nagy áron váltottál meg minket, melyért téged magasztalunk. Fogadd el, Urunk, a mi hálánkat, és segíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy amit neked e szent alkalommal fogadtunk be, és teljesíthessük. Legyünk hűek hozzád, mint hálánk. Taníts minket a feladatok cselekvésére, szent lelked szüljön minket újjá, hogy mától fogva a Jézus Krisztusba vetett hitben élünk, aki szeretett minket és önmagát adta értünk. Szentálj meg minket tökéletesen, Urunk. Tartsd meg testünket és lelkünket szentségben, fedhetetlenségben, amíg eljön a mi megváltó Jézus Krisztusunk, kinek veled, mi atyákkal és a Szentlélekkel, a mi vígasztalunkkal együtt legyen, örökké való hála és dicsőség. Kedves testvérem, a záró éneklés, eléneklés előtt szeretném hirdetni azt, hogy Isten tiszteletünk után a Józsa Gergely Néptánc Együttesnek a hagyományőrző locsolkodós műsorát tekinthetjük meg. Én innen nem láttam őket, de gondolom az ablakból már lehet látni őket, hogy már megérkeztek. Kérem a gyülekezetet, hogy Isten tisztelet után ne siessünk haza, hanem nézzük meg az ő műsoraikat. Én kívánok műsorukat. Kívánok további áldott szép húsvéti ünnepet, és szeretném hirdetni, hogy nem rá következő vasárnap, mert hétfőben, tehát jövő héten, a héten a vasárnap délelőtt 10 órától szintén tartunk Isten tiszteletet, amelyre szeretettel hívok és várok mindenkit. Jöjjünk el azokra az alkalmakra is, amelyek nem ilyen nagy ünnepi Isten tiszteleti alkalmak, hanem ünnepközi alkalmak. Áldott húsvéti ünneplést kívánok. Záró énekünk, nemzeti imádságunk legyen, fennállva énekeljük nemzeti imádságunk.
Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Istenem, mit tegyek, mindig rólam beszélnek. Fülem mellett, ha lehet, elereztem a szélnek. Ott beszélik felőlem az Isten jelenlények a semmire való. Barna legény a babám, szeret is az igazát. Azt beszélik felőlem a mislenyi legények, a semmire való. Barna legény a babám, szeret is az igazát. Csak azt muzsikálja az én fülemben. Sej, haj, zöldre van az isteni csárga feste. Mindig csak azt muzsikálja az én fülemben. Sej, haj, zöldre van az isteni csárga feste. Fordítom én nem vizet, mert az engem nem illet. Vizet igyék már a ló, mert az a lónak való. Vizet igyék már a ló, mert az a lónak való. A doktor is azt mondta, vizet ne igyak soha, mert a vízben béka van, életömnek vége van. Mert a vízben béka van, életünknek vége van. Vedd üveg a kezembe, itt a jó bor benne. Te meg kedves kis angyalom, üljél az ölembe. Hargyönge kis madár, nem száll minden ágra, én se fekszem mindenkor a babám ágyára. Hargyönge kis madár, nem száll minden ágra, én se fekszem mindenkor a babám ágyára. Hely gazdulom azért is, ígyunk egyet mink is, mert hogy olyan nagyon régen szomjúhozom én is. A gyönge kis madár nem száll minden ágra, én se fekszem mindenkor a babám ágyára. A gyönge kis madár nem száll minden ágra, én se fekszem mindenkor a babám ágyára. Egészségükre! Barna kislány, hacacál és szoknyája. Megoldatta te a rózságába. Te a rózsát, Miske, erezd el a hacacál és szoknyámat. Az alatt van még
Hadd szóljon! Beütött a rész,
hagyja Isten szép jó napot! Hagyja Isten! Vannak-e szép lányok a faluban? Vannak szép! Osztom a legényeket, hogy locsolni akarnak, hozzátok a lányokat! Megyünk értük, igen! Itt vannak a szép lányok. Húsvét másnapján mi jutott eszembe? Üveg rózsavizet vettem a kezembe. Elindultam vele piros tojást szedni. Hagyjatok hát, lányok, ha nem sajnáljátok, mert ha sajnáljátok, nagyon megbánjátok, ricskes-lucskos lesz az ünneplő ruhátok. Patak partján mentem, a sütfert tartsa, van-e a háznál kislány, hogy az Isten tartsa. Meglocsolnám rózsavízzel, ha eljönne, akkor az a kislány jaj, de nagyot néne. Adjon a jó Isten boldog ünnepeket, minden jó lásson el titeket. A nagyapám ezt a locsoló verset hagyta, venjetek vígan, Jézus feltámadott. Szépen kérem az anyját, adja elő lányát, hagyd nőjön nagyra, mint a csikófarka, vagy akár mind a Duna hossza, szabad elocsolni. Szabad! Szabad! Oly! Na és jár a tojás? Hát, bizony! Még azt mondják is. Még azt mondják, hogy Mislányben nincs kerekes út, pedig oda már majd körbe vezet gyalogút.